Az egész ország területén ismert a húsvét hétfőhöz kötődő bohókás szokás, a locsolkodás, aminek hagyománya több ezer évre nyúlik vissza. A fiúk hétfő reggel útnak indulnak, hogy meglocsolják hölgyismerőseiket. Az évek alatt sokat változott a népszokás. Már a pogány időkben is úgy tartották, hogy a víznek tisztító és megújító ereje van, ezért locsoltak a tavaszi napon. Régen a falvakban népszerű volt a fiatalság körében. A falun azért más volt. Akkor még jöttek jobban locsolni, vártuk őket. Még úgy zajlott, hogy elmentünk locsolni, és a fiatal lányokhoz, de most már nem megyünk el. Nem szoktam locsolkodni, csak erre jártam éppen. A kosmában voltam, és picces minden léptem. Hogy ma van a húsvét, kitartja ezt észben? De hogy nincs nálam kölni, az már több, mint szégyen. Szabad elocsolni. Szabad, de csak szabad a polgét. A gyermekek locsolkodása szagos vízzel, rövid versikék kíséretében adománykérés céljából újabb keletű, de a felnövekvő generáció már nem érzi magáénak ezt a szép húsvéti szokást. Nem szoktam már elmenni locsolni, mert már idősnek érzem magam hozzá. A nagyszülők szeretnék, ha a fiatalok nem felejtenék el a húsvét másnapjához kötődő szokást. Szoktak, mikor kicsik voltak az unokák, de már nem jönnek. Gyerekek nincsenek a közelbe. Én nem szoktam, biztos jó gyerekeknek, de én nem szoktam. A gyerekek mi nálunk, a fölnőttek, picik vannak, azok majd jönnek, azok biztos, hogy hát ebben foglalkoznak. A fiatalság és a szépség megőrzését szolgáló locsolásért cserébe a kedves szavak mellé jár a piros tojás és némi zseppénz. A lányok az ünnep harmadnapján visszalocsolással válaszolhatnak a legények gesztusára.